A Bán Zsigmond református óvodában guzsajas farsangi kézműves délutára hívták a gyerekeket és a szülőket. Három csoport szobában sokféle kézműves foglalkozás várta a gyerekeket, míg a negyedik terem a gyöngyfűzés mellett helyet adott a csőrögefánk elkészítésének is. Több éve már annak, hogy rendszeresen kapnak meghívást a Főnix Televízió munkatársai a református óvoda guzsajas elnevezésű rendezvényére. Még eddig nem foglalkoztunk magának a szónak az eredetével, hiszen tudtuk, hogy valójában ez a rendezvény is egy játszóház, közös szórakozás a gyermekek és a szülők részére. Mifelénk ezt a kifejezést régebben is ritkán alkalmazták, sokkal elterjedtebb volt a fonó megnevezés. A munka, amit végeztek, valamilyen textil alapanyag, leggyakrabban a kenderszösz feldolgozása volt, amint a nevéből is kitalálható, elsősorban a fonás. A munka alkalmat adott a közösségi, szórakoztató, zenés, táncos összejövetelekre, egészen addig, amíg ezt a tevékenységet át nem vette a 20. század elején a gyáripari termelés. A régi guzsajasnak tehát a tartalmát vette át az óvoda, vagyis egy kis közös munkával és szórakozással mulassák az időt, az ott megjelentek. Ahogyan a korábbi tapasztalatok most is azt mutatták, hogy szó sincs itt semmiféle munkáról. A rendezvény farsangi dalok tanulásával és közös tánccal kezdődött, majd egy-kettőre átalakultak a csoportszobák kézműves műhelyekké, ahol ízlés és kedv szerint olyan egyszerű farsangi kellékek készültek, amit azonnal használatba lehetett venni. Nyakláncot a nyakba akasztani, állarcot az orc elé tenni, kalapot a fejre vigyeszteni. Először a búzavirág csoportban néztünk szét, ahol legelőször színes bohócok születtek, úgy, hogy szépen ki kellett színezni a kis lapokat, piros, lila, sárga vagy kék sapkát kaptak a fejecskék, a szokásos és elmaradhatatlan nagy piros orr mellé. Amikor a felnőttek segítettek a figura kivágásában, akkor jöhetett a bohóc kobakjára a haj, mindenféle szín papírcsíkokból, illetve a bohócok mellett csillogó díszekkel, tollakkal, farsangi szemüvegek is készültek. Egy másik csoportban látványos kalapokkal találkoztunk. Itt is szükség volt az anyukák segítségére, mert a sapkát nem csak díszíteni kellett, hanem kivágni és megragasztani is. Ebben a teremben már másféle érdekesebb farsangi szemüvegeket láttunk, ami már nem is szemüveg, inkább állarc volt. A szokások szerint a konyha melletti csoportszobában készítették a vendéglátáshoz szükséges finomságokat, ezúttal csörögét sütöttek a felnőttek. Ennek az érdekes, zsírban, olajban sült tésztának a neve a csörgő-zörgő szavakból származhat, amely arra utal, hogyha beleharapunk, roppanva, csörögve törik szét a sütemény. A hagyományos farsangi fánk mellett ez az édesség is közismert. A háziasszonyok, a megmondhatói, hogy kevesebb baj van vele, mint a szalagos fánkkal, nem annyira kényes a tésztája. Az viszont igaz, hogy ugyanolyan sokat kell a tűzhely mellett állni, amíg kisül, és még gyorsabban elfogy, mint a farsangi fánk. Az előkészítéshez a nagyobbak segítségét kérték az óvópedagógusok, hiszen a puha keltésztát kinyújtani, derejevágóval feldarabolni, illetve a darabokat megformálni nem volt egyszerű dolog. Az evéshez már jelentkezhettek a munkában, szaladgálásban, szórakozásban megfáradt és megéhezett legkisebb óvodások is.